Na jó, tisztáznunk kell, Sandra. Rendben. Miért álltál mellé? Miért ne? Én nem táplálok iránt a haragot. Nem ismered őt. De tudom, hogy most nagyon magányos. Megérdemli. Második esélyt nem érdemelne? Nem. Valahányszor találkozom vele, rád terelődik a beszélgetés. Alex így, Alex úgy, hallanod kéne. Vagyis gyakran beszélgettek? Most meg kell, hogy győzzelek. És mondanék még valamit. Egy ajánlat nem áll fenn örökké. Nem fogok a terelő útra szavazni. Én nem is arról beszéltem. Nekem most... meg kell javítanom a traktort. Nem számít. Azt hiszem, már így is túl messzire mentem nálad. Ó, romantika a 19. századi prózában. Szerintem ez érdekes lehet. Anya, már a suliban is utáltam az irodalmat, most miért venném fel? Ez hatni fog, egy kis kaja, és amíg Isabel falatozik, addig... Persze. Hívj már végre egy szakértőt. Szia! Szép jó napot! Kihívott valaki? Nem, Gangelenbe indultam, és... eltévedtem, így beugrottam. A férfiak állítólag jól tájékozódnak. Igen, de én EML vagyok. EML? Érzékeny modern lódoki. Időben jöttél, el kell egy kis segítség az albakáknál. Ó, csak ugyan? Igen, igen, elrohannak, le sem tudjuk kötni őket. Semmi baj, boldogulunk. Semmi szükség egy férfira. Azt mondtad, EML vagy. Specialitásom albaka fodrászat és a csók. Á, EML-ként... biztosan a tudatában vagy annak, hogyan kell engedékenynek lenni. Vettem az adást, de adtatok egy javaslatot? Igen? Húzzok nyit a fejükre. Mi? Az alpakákra, és közle őket. Nagyon vicces, viszlát! Indítsd el! Rendben. Igen. Hé, hey, Nick! Beszéltél Harryvel? Milyennek láttad? Hogy érted ezt? Hát nem is tudom, neked is magányosnak tűnt. Mintha érdekelne. Gondoltam, neheztel rád, mert nem szóltál az útról. Az öreg néha egész észszerű. Persze, ezt mondták Hitlerről is. Annak hányadában fizetjük a felújítást, hogy mekkora utat takarít meg. Ne menjünk bele, nem számít. Ha gondolod. Itt jön ki a terelőút és csatlakozik a főúthoz. Értem. Mennyit nyerhetünk? 2-3 órát? Nem azért mondtam igent, hogy a kedvedben járjak. Mondtam én ezt. Örülök, hogy te megérted. De hiába nagyszerű az ötlet, hála Alex makacságának sosem valósul meg. Még nem olyan biztos. Gondolod? Az apja még meggyőzhetné. Elég jó a rábeszélő képességed. Úgy érzem, te magad is eléggé meggyőző vagy. Van valami, amiről tudnom kéne? Rengeteg. Velem ebédelsz? Gyere, Isabel, kóstold meg, nagyon finom. Gyerünk, kicsikém, csak a forrásnál lennél. Hihetetlen, hogy visszautasítottad Dave-et. Nem áll szándékomban. Gyerünk talpra! Nem áll szándékomban feladni a függetlenségemet, csak azért, mert... állj fel, járok valakivel. De ezt ő legalább érti a dolgát. Ahogy mi is. Én már ezerszer átéltem. Az egyik percben még önálló vagy, utána meg bénának. Tehát nem eriszed? Nem csinálhat semmit. Anélkül, hogy ne beszélnéd meg vele. Utána már ő vezeti a kocsit, és nála van a távkapcsoló. És akkor már nincs visszaút. Inkább nem nyírjuk meg az alpakákat. Az okos, ügyes lány, aki voltál, egy rakás szerencsétlenség lesz. A pasik már nem találnak vonzónak. És ott hagynak. Ebédet hiszek Terrynek. Mióta lettél ételkihordó? Előbb intézzük a nyírást. Nem mond, boldogultok. Többé nem érem be a szánalmas kifogásaiddal. Ne!
Ha azt képzeled, hogy fiókba dughatsz, és közben mással hegyegsz, felejtsd el. Vagy ő, mert vagy ő, vagy én. Ha ő kell, akkor este már ne is gyere haza. És egyáltalán ne gyere haza. Tudnom kell, hogy mi folyik itt. El kell adnunk néhány jószágot. Harrynek zapszem van a fenekébe. Nem! Nem erre gondoltam. Mi a baj? Elhoztam az ebédedet. És ha te meg az az Isten tudja, hogy hívják, akkor fordulj fel! Ki? Kiről beszélsz? Ne nézz teljesen hülyének. Nincs is nagynénéd. Jézusom. Nem akartam elmondani, amíg nem tudom biztosan, de... Folytasd csak. Mostanában gondok vannak azzal. És orvoshoz fordultam. És kivizsgálta, nincs prostatarákom. És mi van? Még nincs meg az eredmény, de bejártam a városba. Ültem és rettegtem bemenni, és megtudni. Ó, Terry. Gyáva a féregnek tartasz. Nem. Erről szó sincs. De meg kell tudnod az eredményt. Macsa, akkor is kellek neked, ha nem működik rendesen. Persze, hogy kellett. Kárba ment a délelőtt. Csak mert ezt képtelen segítséget kérni. Biztosan egyedül akarja csinálni. Szerintem Dinka, én imádom, ha kinyitják előttem az ajtót, vacsorára hívnak, olyan romantikus. Nem, ha egyedül is el tudnád intézni. Ha feltűnne egy fickó, aki mindent elvégezne helyettem, én nem küldeném el. Ó, ezt elhiszem. Mert szeret engem, és boldoggá tenne vele. Na és? Ha megszabnál, hová menj, mit vegyél fel, kivel találkozz? Hol lenne a határ? Erre természetesen nem kerülne sor. Azt tenni, amit akarok, és nem azt, amit nem akarok. Akkor inkább a szolgád lenne, mint a barátod. Igazad van, egy szolga még jobb lenne. Európába kellett volna születnem hercegnőnek. Gondolod? Ó, Becky, nehogy azt mondd, hogy nem szeretnéd, ha valaki dolgozna helyetted. Ó, jó lenne, de munkavezető vagyok, így ha végeztünk, van egy listám. Hozzatunk volna többet el is. Meddig tart? Néhány óráig. Nem tudtam, hogy át akar hozni egy csordát. Délig én se tudtam. Talán körbe mehetne. Ne aggódjon. Kitalálok valamit.